az első, amely bevállalta azt, hogy az utazás kiállítás díszvendége lesz. Bizonyára mindannyian tudják Bács-Kiskun megyéről, hogy az ország legnagyobb megyéje. Azt valószínűleg ma még kevesebben, hogy ebben a megyében található a legtöbb termál és legtöbb gyógyfürdő. Ebben a megyében terem a legtöbb szőlő, és itt készítik a legtöbb finom, illatos, könnyű borokat. Azt is kevesebben tudhatják, hogy ebben a megyében, Bács-Kiskun megyében van a leghosszabb kerékpárút, ahol lehet kirándulásokat tenni, és mivel nincsenek hegyeink, síkvidékről van szó, itt a családok számára ez egy ideális terep. A megye éppen most 70 éves, úgyhogy hívok, várok mindenkit a standunkon, ahol egy születésnapi hatalmas megye tortával köszöntjük éppen ezt a 70 éves évfordulót. És Eger bevállalta az idei év díszvendégségét. Úgy gondolom, hogy ebben, amit én említettem, a fürdőkultúrában, valamint a borkultúrában és a történelmi hagyományokban élen jár a megyék, illetve a területek és a magyar borvidékek közül, úgyhogy én alapolgármester úrnak átadnám ezt a díszvendégség, belföldi díszvendégség szerepét egy jelképes váltóbottal, és kérem, hogy majd egy év múlva ő is továbbítsa ezt. Alpolgármester úr, gratulálok hozzá! Akkor találkozott a színpadon a...